Nagy volt a nyüzsgés a szekszárdi piacon. A vásárlók zöme a tojást kereste leginkább a friss zöldség és gyümölcs mellett. Jelenleg 40 forint körül alakul egy darab tojás ára. A vevők azt mondják, ez is drága nekik, pedig szakértők szerint még ennél is közel 40%-kal kerül majd többe a nemzetközi kereskedelmi láncok legutóbbi döntése miatt. Ezek a boltok ugyanis hamarosan már nem árulnának ketreces tyúktartásból származó tojást, fenntarthatóság és állatjóléti szempontokra hivatkozva, vagyis azért, mert szerintük környezetszennyező és kegyetlen így halomban kis helyen tartani a tyúkokat. Az nem lesz, nem biztos, hogy jó lesz, mert honnan tudják, hogy az nem ketreces lesz. Úgyhogy én ebben nem értek egyet velük. Azt mondják, hogy 40%-a is drágulhat a tojás. Mit szól ehhez? Hát ez nagyon, így is drága, nem hogy úgy. Magyar Károlyné egyedül él. Azt mondja, nem használ sok tojást a konyhában. Ugyanakkor sajnálja azokat a vevőket, akik sokat sütnek és jobban függnek ettől a terméktől. Nézi azt, hogy honnan származik a tojás? Hát nem nagyon. 40-42 forintért árulja ez az őstermelő a tojásait a szekszárdi piacon. Érsek Csanádon tartja a tyúkokat ketrecekben. Azt mondja, 7 éven nagyobb, ülőrúddal ellátott ketreceket kellett beszereznie az uniós előírások miatt, jelentős költségeket rááldozva, drágább is azóta a tojás előállítása. Most pedig jön a következő szigorítás, aminek a következményeit egyelőre nem látja. Nem tudok áttérni, mert ezen a helyen, ahol a ketrecek vannak, ott szabadtartásban azt nem éri meg. Ez nagyon kis hely, ugye itt 4 szintes ketrec van, azon a területen, ha betartsák a négyzetméterenkénti tyúk darabot, akkor nem éri meg. De ahogy láttam már televízióban, azok sincsenek betartva, mert egymás hegyén hátán vannak a jó szálak. A Magyar Tojó Hibrid Tenyésztők és Tojástermelők Szövetségének alelnöke szerint a kereskedelmi láncok ezen lépése veszélybe sodorhatja a közép-európai, ezen belül is a 90%-ban ketreces tartást alkalmazó hazai tojáságazatot.